Sziasztok, Tünde vagyok, és már elég izgatott vagyok. Ma 2020. június 17-e van, holnap kell a kórházba bevonulnom. És hát megkezdődik. És tudom, hogy mi kezdődik. Egy új élet, egy új lehetőség, egy új izgalom, egy teljesen más világ. Másnap lehet, hogy ez nem mond túl sokat. Nyilván, hogy én vagyok az érintett, és engem érint a legjobban, és én vagyok a legizgatottabb, és igazából én is félek a legjobban, mert tényleg nagyon félek, de tudom, hogy akik szeretnek engem, ők is nagyon izgulnak. Nos, hát a mai részben nem tudom, hogy miről fogok beszélni, ez csak most, ami jön. Két videót ígértem nektek, mielőtt még a kórházba bemegyek, hát ebből nem valósult meg, illetve felvettem egy videót, egy teljesen más miatt, mint amilyet szoktam, de meg is vágtam, a zenét is alászerkesztettem minden, és utána úgy döntöttem, hogy ezt mégsem nem töltöm fel, mert nem tetszett. Úgyhogy így nem lesz két videó, csak ez. Ez az egy. Ez a videó is majd csak 22-e után fog felkerülni, mikor én már javában bent leszek a kórházba, és addigra már javában folyik a kemó. Hát, ilyen. Olyan gyorsan elszaladt ez a pár hónap, ugye március közepén úgy valahogy tudtuk meg, hogy transzplantációm lesz, onnantól megindultak az események, megindultak a vizsgálatok, és az elmúlt egy hónapban tényleg tetőtől talpig átvizsgáltak. Még tegnap fejeztem be az utolsó dolgokat, amik még elő voltak írva. Ugye a múlt videóban említettem, hogy két fogamat van, fogam helyét be kellett varni, de azt nem mondtam, hogy négy fogamat vettek ki aznap. Hát, mit nem mondjak, no mindegy, túl vagyunk rajta. Tegnap előtt vették ki a cérnákat, tegnap pedig még voltam egy fogamban, a tömést cserélték és leszették a fogkövet. Hát, ilyen, de túl vagyok rajta. Úgyhogy ma már csak ilyen papírológiákat intéztem, rengeteg telefonálás volt ma délelőtt, és háziorvost hívtam, mert még kellett egy papír, a betegbiztosítót hívtam, mert tehát millió dolgot kellett még ma is intézni. Ezen kívül elmentünk, még találkoztunk a barátainkkal egy kicsit, nemrég értünk haza, és úgy gondoltam, hogy még csinálok egy videót, hogy kicsit kibeszéljem magamat, és egy kicsit lekössem magamat, mert ugye ezt még meg kell vágni, és hogy teljen az idő. Habár már este 9:30 van, és mire ezt még megvágom, biztos lesz egy éjfél körülbelül, remélem, mert jó lenne, hogyha így le tudnám foglalni magamat. Fogok a kórházból is jelentkezni, holnap reggel 8-ra megyünk. Azt hiszem, hogy holnap már a nyakamba be fogják ültetni a csövet, vagy a nyakamba lesz, vagy itt a kulcscsont alatt, azt hiszem, nem tudom még, hogy hol fogják beültetni, holnap kiderül. Amit már előre lebeszéltem az orvossal, hogy én altatásba szeretném, mert háromszor volt már cső a nyakamba, és nagyon-nagyon fájt, amikor azt csinálták, és nem szeretném azt még egyszer, azt a szenvedést. Csontvelő mintavételen is túl vagyok, az is volt a múlt héten, szóval tényleg annyi kínlódás és annyi stresszen vagyok túl az elmúlt időszakban, hogy és azt hittem, hogy ma egy kicsit nyugodtabb napom lesz, hogy ma már tényleg csak itthon és nyugodtan, de nem, mint ahogy említettem, rengeteget telefonáltam, utána még a háziorvoshoz elmentünk, mostan, főztem, terítettem, millió dolgot csináltam, de abszolút nem érzem magam fáradtnak, mert a stressz engem állandóan, a stressz engem mindig felpörget, és most aztán elég stresszes vagyok. Hál' Istennek találtam olyan csoportot, találtam olyan embereket, akik átestek már ezen a transzplantáción, vagy hasonlón, de minden esetre ősejtő transzplantáción,
és tőlük kapok hasznos tanácsokat, és mind a ketten nagyon bátorítanak, és nagyon drukkolnak nekem, nem csak ők, de ők azok, akik pontosan tudják, hogy mi vár rám, illetve ők se tudják pontosan, csak ugye körülbelül. Mindenki egyedi, mindenki más, ők nem így, nekik nem így csinálták a transzplantációt, mint nekem, mert most tudtuk meg a főorvos úrtól, aki ugye majd a transzplantációt fogja végezni, mert engem azért izgatott ez, hogy miért nem csinálták meg akkor rögtön a transzplantációt, amikor a kórházban voltam, és átestem azon a rendetek kemón, meg ugye én ezt most úgy éltem meg, hogy most újra kezdődik az egész, és ugye, hogy most a hajam is el fogom újra veszíteni a hajamat is, és újra kemó, és nem tudtam, nem értettem, hogy miért kellett ezt megvárni. És, de aztán úgy döntöttem, hogy nem fogom megkérdezni. Férjem meg akarta kérdezni, elnézést, ez a kenyér. Ez a kenyérsütőgépünk, ami most nem fog felrobbanni, hanem most valami keverést végez, és most elkezdett csípolni, de ezt már nem fogom kivárni. Na mindegy. Az, hogy miért nem csinálták meg korábban a transzplantációt, amikor már úgyis ott voltam a kezük között. És nem kellett megkérdezni, mert magától válaszolt rá a főorvos úr, azt mondta, hogy azért nem akkor csinálták a transzplantációt, mert akkor úgymond tényleg, hogy rettentően le voltam gyöngülve, hogy ugye tolókocsiban voltam, és most relatív fit vagyok. Most sokkal jobb lesz, mert erős vagyok, és nem vagyok úgy legyengülve, mint akkor voltam, és ebben teljesen igaza van. Azon kívül nem tudom, de szerintem kíváncsiak voltak, hogy a gyógyszerre is hogy reagálok, hogy meddig tudja a gyógyszer lentartani a fehérvérsejtek termelődését, stb. Az a kemotabletta, amit 10 hónapon keresztül kellett szednem, vagy 11 hónap azt hiszem. Végül is mindegy is, mert már azon is ugye túl vagyunk, azt már 2 hónapja abba hagytam, utána kaptam a kemoinjekciókat, amiről meséltem már nektek egy pár részsel ezelőtti videóban. Tehát már tényleg sok mindenen túl vagyok. És most olyan gyorsan elrepült ez a pár hónap március óta, hogy wow! És előttesztünk ehhez a naphoz, ehhez az utolsó estéhez, amit még itthon vagyok. Teljesen fel vagyok már cuccolva, vasárnap egész délután vasaltam. Igen, én vasaltam. Nem mondjak semmit. Na mindegy. Minden be van zacskózva, minden el van készítve. Néhány dolgot majd még a férjem utólag fog behozni. Laptop, ilyesmi. Mert azt már tényleg nem tudom hova tenni, és már nagyon nehéz is lenne, és nem akarok már úgy menni, mint egy karaván, akik a nagy kirándulásra készülnek. Hú, nagyon sokan írtak ma, köszönöm szépen, akik érdeklődtek, és bátorítanak mindenkit. Jól esik a törődés, és igénylem is már szükségem van mindenki támogatására, és mindenki szeretetére is. És néhány ima is jól jön, úgyhogy egész nyugodtan vágjatok utána egy pár miagyánkot, vagy amit gondoltok, vagy amit tudtok, mert szerintem kelleni fog, biztos vagyok benne. Azon kívül szeretnék még nektek mást is mutatni, meg ajánlani. Van egy nagyon kedves ismerősem, ő az Ada Natural Stones, és ő készít nekem gyönyörű ékszereket időről időre, és nem gond ide Belgiumba se eljuttatni, úgyhogy én is itt is megkaptam. Azért szeretném nektek ajánlani őt, mert nagyon pozitív és nagyon szép dolgokat készít, és szeretném, hogyha tudnátok róla, mivel hogy többen kérdeztétek azt a medált, ami néha nyakamban szokott lenni, amikor készítem a videókat, úgyhogy most te is hoztam, hogy megmutassam nektek. Íme. Ez egy gyönyörű medál, valóban, én nagyon szeretem, imádom. A medált már mutattam, és vannak még ők is. Nagyon szeretem őket.
És ami még különleges, az, hogy a tünde 10 kóddal 10% kedvezményt tudtok kapni. Úgyhogy írjatok nyugodtan, majd a leírásba beteszem az Ada Natural Store elérhetőségét, írjatok neki nyugodtan, használjátok a tünde 10 kuponkódot, és 10% kedvezményt kaptok. Szerintem ez egy nagyon korrekt ajánlat, és ezt mindenképp szerettem volna megosztani veletek, mivel hogy sokan kérdeztétek a menálomat, hogy honnan van, és hát tőle van. Keressétek bizalommal, meg lesztek vele nagyon elégedve. Nem is tudom, hogy mit akartam még nektek mondani, igazából teljesen össze vagyok zavarodva, nyilván, hogy ez normális, szerintem az is normális, hogy félek, gondolom, hogy mindenki más is félne a helyemben, úgyhogy holnap bemegyek, holnap ugye, ahogy már említettem, beültetik a nyakamba a csövet, amin keresztül kapom majd, amit kapnom kell. Utána megkezdődik a kemókezelés, 5 darab kemót fogok kapni, nem egyszerre, 5 nap alatt fogok 5-öt kapni, tehát minden nap egyet. Ezt azért mondom el én, mert ezt is kérdeztétek, azon kívül azt is kérdeztétek, hogy dohányzom-e. Nem dohányzom, lassan 2 éve nem dohányzom, akkor hagytam abba, amikor bekerültem a betegségemmel a kórházba, és 2 nap után. Tehát 2 napig még 200 cigit elszívtam, és utána azóta egyáltalán nem cigiztem, nem hiányzik, nincs is szándékomban, nem is jut eszembe. Teljesen, mintha soha nem dohányoztam volna, mert tényleg egyszer sem jutott azóta eszembe, hogy gyógyítsak. Azt is kérdeztétek, hogy kávézom-e? Nem kávézom, mert eleinte nem bírtam az illatát sem. Bármilyen meglepő is, ugye rólam köztudott, hogy nagyon kávéfan voltam. Reggel még 2 kávét, mert nem ittam még saját magammal sem álltam szóba. A 3. kávé után érzékeltem a külvilágot és mindenki mást is, aki benne van. De nem bírtam a kávé illatát, nem csak a kávé illatát, hanem nagyon sok minden másnak sem az illatát, sem a szagát nem bírtam. Ez azok tudják, akik kaptak kemokezelést. Sokan sajnos azt hiszik, hogy csak filozófálunk, vagy azért mondom ezt, mert én sok bántást kaptam ez miatt, hogy én nem bírom a szagokat, meg az illatokat olyan emberektől, akiktől nem vártam volna, de hát ők ezt nem tudhatják, úgyhogy elnézem nekik, de higgyétek el, hogy aki kemokezelést kap, vagy kapott, nem bírja se az illatokat, se a szagokat, sok ételt se nem tudunk megenni, mert rossz az íze, megváltozik az íze, vagy hány ingerünk lesz tőle, vagy egyszerűen csak rosszul esik, mert nem ugyanaz az íze, mint volt, és ez csak azt tudja, aki átesett ezen, mármint hogy kapott kemokezelést, úgyhogy legyetek egy kicsit elnézőbbek azokkal az emberekkel, akik ilyen súlyos betegségekkel küzdenek, vagy ilyen súlyos betegségekkel néztek szembe, mint amivel én is. Én már hál' Istennek gyógyult vagyok. Nyilván, hogy a transzplantáció azért szükséges, hogy ez így is maradjon, mivel ugye már több részben is elmondtam, hogy az az érték kezdett megemelkedni, ami már nagyon korai szakaszban kimutatja azt, hogy a leukémia pár hónap múlva majd visszatérhet, és ezt nem akarjuk kockáztatni nyilván. És ennek a fajta betegségnek, az akut myeloid leukémiának ez a végleges gyógymódja, az őssejttranszplantáció. Nem tudom, hogy mikor kapcsolódtatok be az én videóim nézésébe, illetve hogy mikortól vagytok feliratkozva, hogy mennyit tudtok az én történetemről, de hogyha szeretnétek többet megtudni, akkor nézzétek meg az előző videóimat is, ahol elmondtam, hogy a testvérem a donorom, tőle kapom az ősejteket, és annyira szerencsés vagyok, hála jó Istennek, és mindennek, amiben csak hiszek, hogy abba a kevés 25%-ba tartozom, akiknek szerencséjük van, és a testvérje tud a donor lenni, mert a szervezetem sokkal jobban, és sokkal hamarabb, és sokkal könnyebben fogja a donort, tehát az ő ősejtjeit befogadni. Mert sajnos ezt is kevesen tudják, én se tudtam ezelőtt, még nem voltam ebben a helyzetben, hogy az nem magától érthetődik, hogy a testvér automatikusan tud a donor lenni, sajnos ez nem így van. Mert a testvérek esetében is csak 25%
az esély arra, hogy passzolnak, és nálunk ez hál' Istennek passzol. Amint már említettem is, hogy a mintákból, amiket végeztek, és ilyen azonosítást, hogy 10-ből 10-szer passzolt minden. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a szervezetem is jól fog viselkedni, és hogy nagyon szépen be fogja fogadni a testvérem őssejtjeit, hogy megtapad, és mielőbb beindul a csontvelőtermelődésem, ami bizony, hogy fájdalmas lesz, de bár már csak ott tartanánk, hogy fáj, majd kérek el a fájdalomcsillapítót, az legyen a legkevesebb. Most még jókat nevetélek, de szerintem nem fog ez sokáig tartani. Na mindegy, nem akarok sötét felhőket, és nem akarok negatív lenni. Szeretném továbbra is megtartani a pozitivitásom, amit nektek is javaslok az élet bármely területén, hogy mindig legyetek pozitívak, maradjatok meg a hiteteknél, higgyetek magatokban, higgyetek abban a felső erőben, ami fogja a kezünket, higgyetek, amiben csak szeretnétek. Az a lényeg, hogy legyen hitetek, legfőképp önmagatokban, ahogy ezt már említettem, és minden másban, ami csak jól esik, és ami csak feltölt benneteket, és ami csak erőt ad, mert az a legfontosabb, hogy a nehéz helyzetekben is erősek tudjunk maradni. És ez nem csak akkor fontos, hogyha betegek vagyunk, vagy betegek vagytok, hanem az élet minden napján és az élet összes területén nagyon fontos az, hogy az ember pozitív legyen és vidám. Mert hogyha te mosolyogsz, akkor a világ is visszamosolyog rád, és egész máshogy fogod tudni az akadályokat is legyőzni, hogyha pozitív vagy és vidám. Nyilván ehhez kellenek a támogatások, a család, a szeretőtárs, a gyerekek, a barátok, mindenki támogatására, mindenkinek szüksége van, aki valamilyen nehéz helyzetben van. Én is nehéz helyzetben vagyok, de viszont nagyon szerencsés vagyok, hogy ennyire sokan és ennyire jó emberek vesznek körül, akik engem mindig támogatnak és mindig erőt adnak. És nagyon sok erőt merítek belőlük, belőletek. Nem tudom, hogy mit akartam még ma mondani. Nagyon szétszólt vagyok, és nagyon... nagyon félek. De nem akarom ezt annyiszor elmondani, mert nem akarom azt az érzést táplálni. Várom is már, hogy átessek rajta. De szerintem az természetes, hogy bennem van ez a félelem is, és nagyon remélem, illetve tudom, hogy minden jó lesz. Fogok majd a kórházból is jelentkezni. Úgy tervezem, hogy fogok élőt is csinálni, meglátjuk, hogy alakul. Ha más nem, a Facebookon biztos, hogy fogok képeket posztolni, meg az Instagramon is. Úgyhogy, ha van kedvetek, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, tudjátok, hogy az nekem nagyon jól esik, és azzal igazoljátok azt, hogy támogattok, és hogy tetszik az, amit csinálok, mert sajnos, hogy sokan vagyunk, akik betegek is, és nagyon sok embernek kell a támogatás, és szükség van ezekre a videókra azért, hogy lássák, hogy van remény, hogy van kiút, hogy van gyógymód, hogy igaz, hogy nehéz ez az út, és nagyon sokáig tart, és nagyon sok szenvedéssel, és nagyon sok kitartás kell hozzá, és nagyon sok erő, bátorság, de megéri, mert az életünkért küzdünk, és utána, hogyha túl leszek a transzplantáción, egy új élet vár rám, és minnyájunkra, akik hozzám tartoznak és szeretnek engem, és ez a legfontosabb, és ezért érdemes küzdeni, és ezért érdemes harcolni, amit teljes szívemmel és minden erőmmel azon leszek, hogy minél előbb fölépüljek, és hogy újra én legyek én, hogy újra önmagam legyek. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat, és köszönöm, hogy támogattok, és vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Szeressétek magatokat, szeressétek egymást, és legyetek jók, ha tudtak. Nem sokára találkozunk. Sziasztok!
sziasztok, egy kis helyreigazítással tartozom nektek, és kérlek nézzétek el nekem, hogy nem öltöztem most úgy ki, még fel sem öltöztem nem, hogy ki, mivel tegnap hazajöttem a kórházból. Tegnap előtt mentem, tegnap meg hazajöttem, és nem tudom, hogy mikor fogok újra bemenni a kórházba, mivel hogy a transzplantáció nem fog megtörténni június 25-én, mert az őssejtek, amik Szerbiából jöttek, tönkre mentek, mire ideértek. Felelőtlenül kezelték, és azon kívül az se nem stimmel a mennyiség, ami a papíron van, attól sokkal kevesebb érkezett ide, tehát az egész nem stimmel úgy, ahogy van. És azt így nem adhatják nekem be, mert az életveszélyes lenne. Az a szerencse, hogy nem sürgős, mármint hogy várhat még egy hónapot, de nyilván 5-6 hónapot már nem várhat a transzplantáció, de nem vagyok életveszélyben. De úgy is történhetett volna. És mielőtt elkezdenek jönni az olyan üzenetek, hogy ne becsméreljem azt az országot és ne mondjak róla rosszakat, gondoljátok át, hogy ha ez veletek történne, vagy valakivel, aki nektek fontos, valamelyik szeretett személlyel, hogy akkor is így reagálnátok el, mint amit nekem írtok, vagy írnátok. Próbálok kulturáltan beszélni erről a helyzetről, ami bevallom, hogy nagyon nehezemre esik, és nem is egyszerű. Mivel, hogy 2020-ban ilyen dolog megtörténhet, hogy egy ennyire fontos és komoly dolgot ilyen hanyagul kezelnek, hozzá nem értő emberek, erre nem tudok mit mondani, tényleg, nem nincsenek rá szavak. Egyszerűen hihetetlen, és mégis igaz. Én megszenvedtem azzal, hogy beültették a nyakamba a centrális vénakatétert. Csak azt tudja, hogy mennyire fáj, akinek már csinálták, és tegnap előtt beültették, tegnap meg kivették. És most le van nyilván ragasztva, mert haza kellett jöjjek a kórházból, mert nem lesz transzplantáció, nem tudom, hogy mikor lesz. Nyilván lesz, de nem tudjuk még, hogy mikor. Úgyhogy szerettem volna egy kicsit így ezt a videót így ezzel kiegészíteni, illetve helyreigazítani, mert sok minden ugye nem úgy történt, ahogy elmondtam. Igen, a terv az úgy volt, ahogy elmondtam, de amit már említettem, hogy az ősejtek, amit a testvéremtől Belgrádban leszedtek, amire ideért Németországba, illetve odaért Németországba, használhatatlan lett. Fogok majd jelentkezni, videót is fogok készíteni, és a kórházból is ugyanúgy, ahogy azelőtt is mondtam, hogy fogok majd élőben is jelentkezni, ezt majd jelzem előtte, de fontosnak tartottam, hogy ezt így az apró betűs részt, vagy ezt a záradékot még hozzátegyem ehhez a videóhoz, mert az teljesen hülyén jön neki, ha úgy tölteném fel, mert nyilván azóta már kikerült egy másik videó, amit a kórházban készítettem, ahol elmondtam, hogy mi történt, és most arra rátöltöm ezt a videót, akkor az egy teljesen összevisszaság lenne, azért mondtam most el ezt így a végére. Szóval, ez van, reméljük a legjobbakat, és remélem, hogy minél hamarabb meg fog oldódni ez az egész. Szóval, legyetek jók, ha tudtok. Sziasztok!